Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Az európai bajnokságok úgy néz ki, hogy most már lassan utolérik saját magukat, ugye később kezdtek a Covid miatt. Volt pörgős időszak, és még lesz is pörgős időszak, és ugye amikor a bajnokságok felénél járunk, nagyjából akkor szoktam csinálni egy ilyen esélylatolgatós videót, úgy gondolom, hogy amikor már ugye felén túlvünk, akkor érdemes elkezdeni arra spekulálni, hogy melyik csapat nyerheti a bajnokságot, az adott bajnokságot, amelyikben van. Úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan állnak Premier League, kezdjük azzal. Most jelen pillanatban a Manchester United vezet, ez az, amit már elég régen láthattunk. A Manchester United vezet, de azért a Manchester City is ott van, egyel kevesebbet játszottak is, hogyha azt a meccsüket az Aston Villa ellen megnyerik, már pedig könnyen lehet az, hogy megnyerik a mérkőzést. Nem tudom, hogy lesz-e halasztás, mert az Aston Villa esetében ők január 1-én játszottak utoljára, eddig az egész januárt kihagyták, ez is van az, hogy ők 15-ször játszottak összesen, ugye ott a koronavírus miatt elég sok játékos került karanténba, kompletten az egész csapat karanténba került. Kérdés az, hogy Manchester City ellen kiállnak, ha kiállnak, akkor valószínűleg ugye B csapattal vagy C csapattal tudnak csak kiállni, és valószínűleg a Manchester City fogja majd nyerni azt a meccset, és akkor ők megelőszedik a Unitedot, de az mindenképpen egy jó dolog, hogy a Manchester United most az első, és úgy néz ki, hogy kicsit összetudták magukat kapni. Solskjaernek a munkája most kezd talán beérni. Jó igazolások voltak már nyáron is, hogyha, hát igen, voltak igazolások, de inkább itt, ahogyan a Nemzeti Sporton is írták, hogy itt a tavalyi igazolások azok, amik kezdik beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. A Leicester City-nek a harmadik helye annyira nem meglepő, egy erős csapat és folyamatosan fejlődő csapatról beszélünk. Nem hiszem egyébként, hogy sok esélyük lenne a bajnokságot megnyerni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz persze. Szerintem ők egy kicsit majd úgy kifognak fingani így a későbbiekben. Nem tudom, ezt a nyomást ez a csapat mennyire lesz képes tartani. Liverpool negyedik helye. Igazából nincsenek nagyon lemaradva, hogyha megnézzük, a Manchester United-tól 3 pontra vannak, ha a Manchester City nyer, akkor összesen 4 pont lesz a lemaradásuk az első helyezettől, és az azért nem egy olyan egetverően nagy hátrány. Tottenham is most egész jól hasít, izgalmas az angol bajnokság. A Chelsea az egy picit már úgy le van maradva, tehát ők azért örülhetnek, hogyha majd a harmadik, negyedik helyet, ha megszerzik, de hát ahhoz az kell, hogy legyen egy jobb periódusuk. Az Arsenal is egy kicsit kezdett magára találni, tehát legutóbbi 5 mérkőzésükből megnyertek 4-et, és volt egy döntetlen a Crystal Palace ellen, és a Southampton lesz majd a következő ellenfél. Ha ezt a formát tudják tartani, akkor szerintem már akár az is lehet, hogy majd előznek egyet, és hát mondjuk ők egyet többet játszottak, mint a Southampton. De most jelenleg azt láttam, hogy az Arsenalban van potenciál. A kiesőkről meg ne beszéljünk nagyon, mert Sheffield United tavaly mindenki el volt ájulva a Sheffield United-tól, hogy mennyire jók. Hát most jelenleg összesen 1 győzelmük van. Az is most volt a Newcastle United-ot tudták megvenni, amelyik szintén nincsen jó formában, de előtte 3 mérkőzéses vereségük volt, vereség sorozatuk volt, és most a legutóbbi mérkőzésen is a Tottenhamtől elég csúnyán kikaptak. Szerintem a Sheffield Unitednak reszeltek így a Premier League-ben. Ezen kívül egyébként más újdonság nincsen. Na nézzük, mi van a Bundesligában. Itt azt láthatjuk, hogy a Bayern München vezet, ez annyira nem meglepetés. Számomra az volt meglepő az elmúlt napokban, hogy az Origón, meg még egy-két helyen olvastam, hát elég degradáló cikket a Bayernről, mert most ugye kikaptak a német kupában egy másodosztályú csapattól. Szerintem, hogyha megnyerik a bajnokságot, és esetleg a BL-ben is jól szerepelnek, még hogyha nem is nyerik meg, de még hogyha nem is jutnak a döntőbe, hanem csak mondjuk a legjobb 4 közé jutnak, akkor senkit nem fog érdekelni, hogy a német kupában kiestek. Hát most akkor mi van? Az előnyük még megvan, tehát most nézzük meg a legutóbbi 5 mérkőzésükből 4-et megnyertek, és volt egy vereség. Ki ellen volt az egy vereség? A Mönchengladbach ellen. A Mönchengladbach meg egy olyan csapat, amelyik bármikor tud meglepetést okozni, még hogyha most jelenleg a 8. helyen is vannak. Én azt gondolom, hogy a Bayern lehet itt a befutó, kicsit a Leverkusen, most ráadásul elég szar formában van a Leverkusen, kicsit őket érzem
olyan csapatnak, akik majd így fognak visszaesni. Union Berlinnek az ötödik helye is egyébként meglepetés. Hát én szurkolok nekik, meg hát remélem, hogy azért ez az ötödik hely össze fog nekik jönni, vagy mondjuk így a legjobb hatban tudnak majd végezni, és akkor majd tudnak indulni a hatodikként, ugye a konferencia ligában. A Lipcsének is szurkoltunk, mert most már ráadásul három magyar játékos van ott. Fiatal, dinamikus csapat, de valami még hiányzik ahhoz, hogy bajnokok legyenek. Dortmund is egy kicsit, hát mondjuk azt sem mondanám, hogy nagyon visszaestek. Legutóbbi 5 mérkőzésükből 3 győzelem, 1 vereség és 1 döntetlen. Becsúsznak ilyen bakik. Hogyha megnézzük ezek a csapatok, főleg a Bayern München vagy akár a Dortmund, azért hány mérkőzést játszott az elmúlt szezonban? Ugye volt kihagyás a koronavírus miatt, még össze kell, hogy szedjék magukat. Nagyjából egyébként ma úgy sikerült, de még kell valami ahhoz, hogy úgy össze tudják magukat szedni. A Bayernnél szerintem nincsenek akkora gondok, mint ők azt úgy gondolják. Nagyon jól tudnak játékosokat igazolni, nagyon jól tudják a játékosokat beépíteni a csapatba. Dortmund is egy viszonylag fiatal brigád, tehát ott is egy elég ambiciózus csapat van, a Lipcsőről meg ne is beszélünk, mert ők évek óta csak ambíciókkal vannak tele, és ezt most jó értelemben mondom, és ennek köszönhetik azt, hogy jó helyezéseket érnek el a bajnokságban. Talán a legnagyobb meglepetés a Schalke csapata, amit megint csak nagyon sajnálok, mert a Schalke az elmúlt években azért a német bajnokságnak egy meghatározó csapata volt. Volt akkor is, amikor ilyen rosszabb helyen végeztek, ilyen 8-9-10-ek is voltak, de voltak, ha jól emlékszem, talán másodikok, harmadikok is, tehát szerepeltek nem is olyan régen a bajnokok ligájában, és most jelenleg egy győzelmük van, és azt is most a Hoffenheim ellen tudták megszerezni január elején, és utána már volt rögtön egy vereség a Frankfurttól, és akkor most a Köln ellen játszanak majd, az mondjuk ilyen szempontból érdekes lett, ma a Köln is elég rosszul áll. Tehát én a Schalkén egy kicsit úgy meglepődtem, bár már azért tavaly is látszódott, hogy azért vannak ott problémák, nem tudom, mi kéne ahhoz, hogy rendbe szedjék magukat. Valószínűleg ott egy erősebb játékos keret kéne. Onnan is inkább csak vitték el a játékosokat, és ők meg nem tudták rendesen pótolni. Igen, ez a legkellemetlebb, amikor valaki nem tudja pótolni rendesen a kieső játékosokat. Na nézzük a La Ligát. Égyni. Atletico Madrid. Hát mondhatjuk azt, hogy torony magasan vezet. Legutóbbi 5 mérkőzésüket megnyerték. Ráadásul 2-vel kevesebbet játszottak, mint a Real Madrid és a Barcelona. Most mennyi ez? 4 pont az előnyük, azt a 2-t még behúzzák, ahhoz még 6 pont, akkor ez egy 10 pontos előny lesz. Azért az nem gyenge. És az a 10 pont az elég lehet ahhoz, hogy még esetleg néha még beleférhet döntetlen is, mert hát a Real Madrid is arra számíthatunk, hogy azért pontokat fog hullajtani. Volt itt az Usmana ellen például egy döntetlen, vagy az Elche csapata ellen is volt egy döntetlen. A Barcelona harmadik helyen annyira nem meglepetés számomra, aztán én már ugye korábban mondtam, hogy a Barcától még idén azért túl nagy dolgokat ne várjunk, mert az, hogy egy Lionel Messi azért maradt a Barcánál, mert nem akart velük perre menni, hát látszik is a játékán, most ráadásul ugye a Superkupa döntőn volt egy elég off-cén mozdulata, ami miatt akár 12 mérkőzésre is eltilthatják, még a videó elkészítésének pillanatában még nincsen hivatalos döntés arról, hogy hány mérkőzésre fogják eltiltani, alsó hangon 4 meccsre fogják eltiltani, de még akár 12 meccs is lehet, és jelenleg a Barcelonában ebben a megfiatalított Barcelonában nincs potenciál. Jelenleg. Az, hogy a harmadikok helyen vannak, hát azt zsigerből hozniuk kell, de hosszú távon lehetnek ők megint jók. Nem, számomra nem meglepő, hogy idézőjelben csak a harmadikok. Villarreal negyedik helye az inkább meglepetés, a Real Sociedad, ők ennél sokkal előrébb is voltak a bajnokságban, csak a legutóbbi 5 meccset, hogyha megnézzük, volt 3 vereség, egy döntetlen és összesen egy győzelem. Hát míg az előttük lévő csapatok azért folyamatosan szállították a győzelmeket és a döntetleneket, Villarrealnak van egy veresége itt a Sevilla ellen. Hát én azt gondolom, hogy az Atletico Madrid fogja ezt az idényt behúzni. Egyszerűen a mostani játékukban semmi hiba nincsen.
Ez abból is látszik, hogy 31 rúgott gól, és összesen 6 kapott góljuk van. Tehát ez azért jelent valamit. Ez egy erős védelmet jelent, és egy nagyon erős támadó sort. Valencia, még amit érdemes talán innen kiemelni, évek óta nem találják a helyüket a bajnokságban, és ugye a másik valenciai csapat, a Levante, amik úgymond a városon belül a kisebbik csapat, még ők is előttük vannak. Nem tudom egyébként, hogy nekik mi kellene ahhoz, hogy egy kicsit magukra találjanak. És akkor itt a kiesők, Huesca, Osasuna és az Elche, Usmana és az Elche. Én az Osasunát egyébként kedvelem, olyan kedves kis csapatnak tűnik, és legutóbbi 5 mérkőzésükön 4 döntetlen, 1 vereség, tehát a kieső helyen lévő csapatok közül ők produkálták a legjobb eredményt. Mázdik el ahhoz, hogy bemaradjanak, de hát inkább foglalkozunk a top csapatokkal, mert ez izgalmasabb lesz. És akkor még jön a széria A, nézzük meg, hogy ott hogyan állnak. Hát igen, itt azért vannak érdekességek. AC Milan vezet, ami én azt sem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, hogy a tabella elején, mondjuk a bajnokság felén az AC Milan volt. Már tavaly ilyen január-február környékén látszódott, hogy kezdenek erősödni, kezdenek feljönni. Egyszerűen beérett a csapat. A mostani edző csodát művel a brigáddal. Nyilván ez a 3 pontos előny az Interrel szemben az annyira nem megnyugtató. Az Internek a másik helye nem meglepetés, mert ők tavaly is jól szerepeltek. Ott valahogyan Conte nagyon jól megtalálta így az összhangot az idősebb játékosok és a fiatalabb játékosok között, és nagyon jól tudta őket beépíteni, és továbbra is haladnak előre. Kicsit ugye le van maradva a Napoli, de ők egyre kevesebbet is játszottak ráadásul. Még akár ők is dobhatnak valami komolyabbat idén. AS Róma 4. helye se annyira meglepő, jó kis csapat. A Juventus 5. helye az már inkább meglepetés. Tehát az a csapat, amelyik az elmúlt éveknek a legmeghatározóbb csapata volt az olasz bajnokságban, most jelenleg így a bajnokság felénél, nagyjából a felénél, csak az 5. És most akkor persze lehet egyből ronaldozni, hogy hát a Ronaldo, azért mert Ronaldo ott van, Ronaldo az, aki viszi előre a csapatot. Látszik egyébként az, hogy ráépítik a támadó játékot, és ez látszik, hogy annyira nem kifizetődő, de az, hogy az ő nyakába varni ezt az eredményt, ezt a tabelának az állását, az szerintem abszolút nem korrekt. Atalanta, amelyik ugye tavaly nagyon jól szerepelt, meg már talán tavaly előtt is egész jól szerepelt. A 6. hely szerintem egyébként teljesen korrekt tőlük. Én azt várom, hogy ők stabilan ilyen top 5-ben lesznek majd a következő években. Egy fiatalos csapat, onnan is most vittek el játékosokat, de úgy néz ki, hogy Bergamo-ban rátaláltak vagy megvan az egyensúly, és akiket eladnak, azokat könnyen tudják pótolni. Láció 7. helye. Hát... Ők ilyen egyszer fent, egyszer lent. Tehát van, amikor ott vannak a top 3-ban, van, amikor meg látod csak 7-ek, utóbbi években azt hiszem voltak talán ilyen 10. helyen is. Nem lehet nagyon erre mit mondani. A kiesők, ott talán a Torino az, amelyik egy kicsit meglepő. Ők egy stabil középcsapat voltak, és most jelenleg a 18-ak csak. De hát itt azért eléggé erős a mezőny. Mert hogyha megnézzük, hogy az Udinese az 16 ponttal áll, a Torino meg 13 ponttal. Jó, az Udinese az egyel kevesebbet játszott, de még akár az Udinese is visszaesett, és akkor foglalkozunk egy pillanatra csak, de tényleg csak egy pillanatra a magyar bajnoksággal, hiszen nagyjából ott is, ja, így a magyar válogatottat hozza be, hiszen itt is már nagyjából a felénél járunk. Itt ugye 33 forduló lesz. Ferencváros 14 meccset játszott le eddig. 31 rúgott gól és 7 kapott gól. Ez azért elég combos. És jelenleg nem látom azt, hogy a Fradit bárki is le fogja taszítani majd a trónról. A Molfehérvár, amelyik szintén egy nagyon jó csapat, de többször hibázott. Hát nézzük meg, kiktől kaptak ki.
Pakstól kaptak ki. Volt egy döntetlenjük a Puskás Akadémiával. Mondjuk azzal a Puskás Akadémiával, amelyik most megint elég szépen teljesít. És ott van az MTK. Igen, az MTK-val kapcsolatban már többször mondtam azt, hogy most nézzétek meg, ott vannak a harmadik helyen. Könnyen lehet, hogy ugyanígy harmadik helyen fognak majd végezni a bajnokságban, de majd nézzük meg őket jövőre, tehát amikor majd ilyen 10.-11-ek lesznek. Itt hátul egyébként talán a legnagyobb meglepetés az a Honvéd, amely most már azért jön fel, tehát az utóbbi 5 meccset nézve összesen egy vereségük volt, volt 2 döntetlen, 2 győzelem is, egy vereség az Újpesttől. Szerintem a Honvéd az még, most nézzük meg, várjál, mennyi van lemaradva? Összesen 6 ponttal van lemaradva a 4. helyzet Puskás Akadémiától, úgyhogy nagyon sűrű a mezőny. A Diózsőr van a legrosszabb helyzetben, de hát ez látszik is ott a sok V betűből, meg abból, hogy összesen 10 pontjuk van. A Diózsőr az évek óta így a kieséstől akar megmenekülni. Szerintem idén utol fogja őket érni már ez a dolog, és szerintem ki fognak esni. Még a Budafok lehet az, amelyik küzd, a bentmaradásért, de őket se tartom annyira acélosnak. Hát nagyjából ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani. Természetesen, mert futballról van szó, lehet, hogy másképp látjuk a dolgokat, lehet, hogy másképp látjuk az esélyeket, úgyhogy kommentben nyugodtan írjátok le a véleményeteket. Én köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!